Szinte biztos, hogy egy vonatot rejt az óriás hegység, ezt jelentette be a Lengyel Kulturális Minisztérium, de nem találgatott, hogy ez a legendás náci aranyvonat lenne, vagy valami más. Két kincskereső jelentette be a napokban a felfedezést, és persze az igényüket a kincs értékének 10%-ára. Mivel a nácik végig rabolták Európát, ha a vonat valóban kincseket rejt, akkor gazdagok lesznek, de ha a másik teória igaz, akkor legfeljebb néhány száz gépkarabét kapnak majd töltényekkel. Németh Árpád összefoglalója. Így néz ki a Ksonc kastély környéke a műholdas felvételeken. Valahol itt rejtőzhet a lengyel aranyvonat. A nácik a II. Világháborúban a Rize-terv keretében építették ki az óriás hegységben a föld alatti alagútrendszert. A terv is innen kapta a nevét, és a gigantikus alagútrendszer méreteit jól érzékelteti a kisautó. A német szövetségi levéltárban őrzött fényképek alapján így nézett ki egy felfegyverzett katonai, páncélozott szerelvény. Nem biztos, hogy a lengyel aranyvonat is ilyen volt. Amennyire én tudom, senki sem jutott még el a vonatig a II. Világháború óta. Ezt már Piotr Zuhovszky mondta a hétvégén. A Lengyel Nemzeti Örökség Hivatalának vezetője hozzátette még, egy olyan ember árulta el halálos ágyán az aranyvonat titkát, aki egykor maga is részt vett a szerelvény elrejtésében. A hivatal vezető, aki egyébként művészettörténész, azt állítja, a georadar felvételek alapján nem fér kétség hozzá, hogy a föld mélye egy felfegyverzett vonatot rejt, amin azonban a műkincsek mellett veszélyes háborús anyagokat is szállíthattak. Németh Árpád, 7.24.